Sziasztok, Ádám vagyok, itt van velem Judit. Sziasztok! Mi vagyunk a Mauritius.hu, magyarok Mauritiuson. A képeken látható ingatlanban jártunk a héten. Hamarosan, nem sokára odaérünk, és lesz egy videó is, ahogyan körbesétáljuk. Azt hozzátenném még gyorsan, mielőtt rátérünk a mai videó lényegére, hogy az ingatlanban bent volt a bérlő, ezért van egy kicsit kupi. Szóval, amikor mi kerestük az ingatlanokat, akkor valójában nem mi, hanem Judit volt. Ezért én most felteszem neki a kérdéseket, ő meg válaszol. Rendben. Hol érdemes keresni? A L'Express Property-n és a Property Cloud oldalakon érdemes. Ezek ilyen nagy piaci átfedő oldalak, ahol az összes ingatlanos feltölti a náluk felelhető ingatlanokat. Mikor érdemes keresni? Nos, a kiköltözésetek előtt, mármint amikor tervezitek, akkor szerintem egy olyan 6-8 héttel már érdemes megkezdeni az ingatlanokra való jelentkezést. 2 hónappal előtte előfordulhat, hogy azt fogja mondani az ingatlanos, hogy túl korai, de higgyétek el, hogy nem lesz az. Minden időszakban érdemes keresni, vagy vannak olyan időszakok, amikor kicsit telítve van a... Végül is minden időszakban érdemes, de ilyenkor, tehát szeptember táján, amikor az iskola kezdés van, akkor nagyon sok expat költözik ki, és ilyenkor egy kicsit megfogyatkoznak az ingatlanok. Hogy zajlik az ingatlan keresés? És természetesen úgy, hogy elkezdtek az ingatlanokra jelentkezni, és az első 1-2 napban az ingatlanosok megszórnak titeket a maradék ingatlanjaikkal. Aztán a következő hetekben ez teljesen lecsendesedik, és úgy tűnik, mintha nem találnátok meg a megfelelőt, senki nem foglalkozik veletek, nem jönnek új ajánlatok. Folyamatos keresés és az ingatlanosoknál jelentkezés azt eredményezi, hogy körülbelül 2 hét után, amikor hozzájuk elkezdenek becsorogni az újabb és újabb ingatlanok, ők tudják, hogy ti mit kerestetek, és akkor kezdenek el nálatok új jelentkezni. Tehát bekerültök náluk egy ilyen listába. Tehát ezt az 1-2 hetet kell kibekkelni, és konkrétan az alatt az 1-2 hét alatt tud elcsúszni az ember abba az irányba, hogy azt hiszi, nem talál ingatlant, és megpróbál megalkudni. Tehát ilyenkor elkezdesz messzebb keresni, elkezdesz többért keresni ingatlant, de szerintem ki kell várni, és akkor előfordulhat, hogy megtalálod a árban és kinézetben megfelelőt, ahol megtalálod a helyedet. Hogy tapasztaltad, a hirdetésben szereplő képek a valóságot fedik, vagy azért trükköznek az ingatlanosok? Nos, többnyire szerintem a valóságot fedik, de az ingatlanosok, mint ahol szerintem máshol is, nagyon szeretnek panorámafotókat, vagy ilyen halszemoptikával csinálni, amikor egy kicsit nagyobbnak látszanak a terek. Tehát emiatt lehet trükkös, de ezt észre lehet venni a fotón. Szerintem olyankor számítsatok rá, hogy valószínűleg egy kicsit a beltér kisebb. A másik, hogy nagyon-nagyon sok mindent eltitkolnak az ingatlanosok. Például itt Mauritiuson eléggé hiány vannak betonutakban, vagy itt aszfaltutakban. Egy fejlődő ország. Így van. Nagyon-nagyon sok építkezés folyik, ami miatt bizonyos környékeken, ahol ezeket a vadonatúj villákat, és ez a videó is ilyenről szól, ezeket a vadonatúj villákat felhúzzák, ott nem visznek bele annyi energiát, hogy az úthálózatot fejfejleszik. Majd felfogják, amikor az összes ház felépült. Nagyon sok ilyen villát fogtok találni a hirdető oldalakon, ami elképesztően gyönyörűen néz ki. Vadonatúj, minden gyönyörű szép patent benne, de az a helyzet, hogy az ingatlanos nem fotózza lesz, hogy milyen környéken van. És ami még nincs a segítségetekre, hogy a Google Maps és a Street View az nagyon-nagyon sokat téved Mauritiuson, mivel tényleg akármikor megváltozhat. A Street View-nak a kocsik kamerákkal nem mentek körbe Mauritiuson. Pár drónfelvételt lehet találni, de az nem mutatja meg az adott utcát. Nagyon sok olyan utca, amit a térképen látsz esetleg, hogy ott van, az valójában elképzelhető, hogy nincs ott, vagy a térképen nem látod, hogy az valójában egy földút. Egy használhatatlan földút.
Ez speciál egy viszonylag normálisabb földút volt, de nem biztos, hogy egy ennyibe kerülő, ez az ingatlan majdnem 2000 euró per hónap. Nem biztos, hogy egy ilyen úton szeretnék hazamenni, hogyha Így már van. ennyi pénzt fizetek érte. Tehát mindenképpen, amikor ingatlanostól kerestek ingatlanokat, próbáljatok meg egy lokációt kérni, de ez még mind nem elég, mert ugye a Google Map miatt nem biztos, hogy látjátok azt, hogy földút vagy nem földút, vagy egyáltalán van-e ott rendes út. Ezért, ha tudjátok, akkor meg kell kérni az ingatlanost, hogy fotózza le az utat is. Vagy És a minket, környéket. Vagy hogy pedig nézzük meg. minket, és meg tudjuk nézni nektek az ingatlant. Így van. Reméljük, sokat segítettünk nektek ezzel a videóval, egy kicsit képbe helyeztük az ingatlan keresést, jövünk majd még más apróságokkal, hasznos infokkal. Sziasztok! Így van, sziasztok!